Tavaly decemberben adták át az ország első honvédelmi sportközpontját Újfehértón. Az épületben nyáron például katonai gyermektábort szervezett a Magyar Honvédség, a hétköznapok során pedig az épületet különböző küzdősportok elsajátítására vagy lövészetre is használják a fiatalok. A komplexumot kedden a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke, Nébald György látogatta meg, aki elégedetten nyugtázta, hogy az eredeti célokat megvalósítva magas szinten működik a fiatalok képzése. Örömmel tapasztalom, hogy komoly munka folyik itt a sportközpontban, tehát a lövészet, küzdősportok, honvédelmi sportok mind megtalálták a helyüket, és úgy tudom, hogy a fiatalok, illetve hát a környező iskolák is örömmel jönnek ide a sportközpontba. Annak is külön örülök, hogy természetesen az itt dolgozó szakemberek azok mindent megtesznek azért, hogy egyre népszerűsítsék a sportközpontot, a Honvédelmi Sportszövetséget, és hát nyilvánvalóan bevonják a fiatalokat a nemzettudat erősítésébe és a hazafias nevelésbe. Közelebb hozzák őket a honvédelem ügyéhez. A Honvédelmi Sportszövetség 2016-ban jött létre, feladata többek között, hogy felkeltse az érdeklődést a fiatalok körében a hazafias nevelés iránt, valamint, hogy megteremtse a sportoláshoz és a képzéshez szükséges korszerű feltételeket. Nébald György szerint a szövetség indulása óta elért eredményekre a Magyar Honvédség is tud alapozni a jövőben. Azt gondolom, hogy ezzel az 5 év alatt valóban sikerült olyan programokat, olyan tevékenységet végezünk, amelyik igazán említése méltó. Gondolok itt akár a kadétprogramban való részvételünkre, ami azt jelenti, hogy a iskolákban a szabadidős programot a Honvédelmi Sportszövetség szervezi, de saját programokat, táborokat szervezünk ezen belül is. Amit említeni szeretnék, az a repülős tábor, vagy például a ejtőernyős tábor, ami 30 éve nem volt Magyarországon, tehát különböző olyan programokkal, lőverseny, fiatalok bevonása családi programokba, hadd ne soroljam tovább, tehát olyan aktivitások ezek, amelyek azt gondolom, hogy valóban a sportszövetséget most már 5 év után elmondhatjuk, hogy stabilá teszi ebbe a hazafias honvédelmi nevelésben. Újfehértó után egyébként Baján, Balassagyarmaton és Szigetváron kezdte már meg működését Honvédelmi Sportközpont, néhány héten belül pedig Szarvason is átadnak egy ilyen oktatókomplexumot.